több olyan elem is volt a videóiba, megmozulásaiba, ami, ami egyébként azt tudtam mondani, hogy ügyes tényleg, jó használja a hangját. Az a, az a kritika ér, hogy nem bírják ezt az arabos stílus, ami előtte azért nem nagyon volt, és akkor most hirtelen egy generáción belül jön kettő, megszólásig hasonlító zenei stílus, meg, meg minden. Igen mert, igen, mert az egész brand, meg fizimiska is nagyon hasonló az elejétől kezdve. Tömegével jönnek az emberek olyan kommentekkel, hogy az 2.0. Ilyen nincsen, hogy ennyien ezt észreveszik. Kis olyan irányba kezd elmenni így pszichésen, hogy, hogy aki azt állítja, hogy az kopi az egy ilyen rossz indulatú, rágalmazó ja, köcsög, ja, ja. és, és szegény Morion pedig hogy szeret mindenkit, hogy ebben is van egy ilyen manipuláció szerintem. Sok szeretettel köszöntünk minden kedves csatornatagot hello, ebben hello. a rendkívüli adásban, ugyanis úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy, hát egy ilyen lighty, csillelgetős podcast videót kiló testvéremmel, akivel ha nem halakszod akkor én csak balónak hívnék, mert gyerekkori barátom, ismerősöm, legjobb barátom, spanom, zenésztársam egyébként. Igen, most a... És egy egész érdekes témával készültünk nektek. A Moriones jelenséget hoztuk el számotokra, hogy igazak-e azok a dolgok, amit nagyon sok kommentelők állítanak Youtube-on és TikTokon is, hogy Moriones igazából csak az a riát kopizza, hogy ennek fogunk majd egy kicsit utána járni, ezt fogjuk kiboncolgatni, és hát négy fő szempontot hoztunk el, összehasonlító szempontot hoztunk el számotokra, és akkor így fogjuk majd kiboncolgatni ezt a témát, úgyhogy nincs is hátra, kezdjük el, Tartsatok, vele, ez szar volt. Úgyhogy... <laughs> <laughs> Úgyhogy nincs is más hátra. Mint előre. Így van, kezdjük el a videót, <laughs> tartsatok velünk. hát igazából <coughs> Beszélhettek, hogy éthetek, vagy még azt nem azt Hát Igazából én nekem az volt a tervem, hogy legjobban az objektív részét szeretném. Nem legjobban, de hogy, hogy a, arra kitérni, mert sok mindent lehet mondani. Jót rosszat, semlegeset, érdekeset, furát, szakmailag is hozzá lehet szólni ügyes a srác, tehát kezdjük szerintem ezzel, hogy hogy ügyes a srác az, az azért Ezt nem lehet, el nem lehet el, nyilván emiatt növekszik a népszerűsége nyilván emiatt ad koncerteket, van bőven nézettsége is Youtube-on, Spotin stb. Itt, itt most nem arról van szó, hogy mit szitkozódni, meg gyűlölködni szeretnénk csupán azért valók vagyunk az vagyunk, és hát a lényeg az, hogy objektív, meg minden, de szeretnénk azért a videó másik felében szubjektíven, a is, a <coughs> szubjektíven is megnézni, meg kicsit megvizsgálni. Lehet, hogy abban már lesz egy kis uh, kéretlen, moriones rajongók által uh, nagyon unszimpatikus megnyilvánulás. Ezt nem, ezt nem garantáljuk, Oda hogy figyelme. erről ilyesmi nem lesz. De, de igyekszünk azért a jó ízlés határaim belül maradni, és igazából ennyi a helyzet. Úgyhogy ez csak tényleg egy szimpla beszélgetés, kicsit elemezgetjük itt a dolgokat, tehát úgy gondoltuk, hogy kipróbáljuk ezt is, ezt a műfajt is, a podcastet. Sokszor szembe jön velünk az, a TikTokon, egyébként hogy nagyon sokan odaírják kommentben tényleg azt, hogy ez csak azi 2.0, meg a vises azi, meg a miton. Tudom... Temus Meg akkor... most már abból is egyre több van, hogy, hogy ő előbb kezdte, mint azi. Úgyhogy nem, nem, tehát hogy vannak már komplett Moriones rajongók, akik, akik szembe mennek a Temus azim, meg azik kettő, meg Vises az is kommentek, hogy nem zavar, hogy előbb kezdte, mint Azi. És itt már szerintem el is kezdhetjük az első témánkat. Így van, az első szempontot akkor nézzük is meg. Hát én azt, értem, azt, írtam föl magamnak ide, hogy a zenék és hangszín, tehát ez is az első szempont, ami alapján végig megyünk a hasonlóság, összehasonlítjuk Azit és Morionest, hogy vajon tényleg kopizza-e, Morionnes azariát. Úgyhogy nézzük meg a. Gyújtsál, nyugodtan. Csak nézzük rá akkor az első szempontunkra. Na, mit gondolsz hogy fölírtam ilyen jegyzeteket, hogy. Hát full úgy próbál énekelni, mint azzi, olyan egy kicsit, mint hogyha próbálná a hangszínjét is leszedni. Most vágunk be nektek majd közben mindig felvételeket, hogy összetudjátok ti is hasonlítani, ne csak így a levegőbe beszéljünk, hanem legyen előttetek azért videó is, meg hanganyag is, lássátok. Én az állított, hogy lássátok. Azért, azért nyomoztunk, Tehát azért így van, így van. én már tavaly óta, mióta a TikTokot elkezdte a srát, én nyomon követtem a munkásságát, és több olyan elem is voltam a videóiba, megmozulásaiba, ami, ami egyébként azt tudtam mondani, hogy ügyes tényleg, jó használja a hangját, stb. Nem lesz siesta, oh, para, love, love, jó otthonosan mozog komfortosan a zenében, és többször egyébként már én, én is annak az határam voltam, hogy bekajáljam azt, hogy, 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 hogy ő nem utánozza vagy nem ismeri, mert ő azt állítja, az interjúban erre rákérdeznek, a telex is kérdezték, ugye a kommentőknek is válaszolt, hogy ismeri az Ariát, mint, mint jelenség, mint előadó, de nem ismeri annyira a munkásságát, hallott tőle ad, de, de annyira nem ismeri, meg nem rajong érte, csak elismeri, úgy gondolja, hogy ügyes, és ennyi. Na most az a helyzet ezzel szemben, hogy nagyon sok a, a véletlen egybeesés, ami ami arra ad következtetés juttatni, hogy mint hogyha nagyon szeretné az itt, nagyon a rajongója az innak. Hát majd látni fogjátok útközben egyébként, hogy túl sok véletlen egybeesés, és túl sok a hasonlóság ahhoz, hogy ez tényleg csak véletlenül történjen meg, hogy jön egy azaria, aki azért valljuk be, lehet hogy szeretni, vagy nem szeretni, de valljuk be, hogy egy nagyon nagy újító volt a fiatalok körébe főleg, olyan hangszínnel éneket, olyan dallamvezetéseket csinált, olyan zenei stílusokat hozott elő ez a, hogy mondják kis az a, az a kritika írja, hogy nem bírják ezt az arabos stílus, stb. Ami előtte azért nem nagyon volt, és akkor most hirtelen egy generáción belül jön kettő, megszólásig hasonlító zenei stílus, meg, meg minden. Igen mert, igen, mert az egész brand, meg fizimiska is nagyon hasonló az elejétől kezdve. Tehát én tényleg tavaly év első felébe kezdtem el követni a srácot, és tényleg amit az is csinál, hogy a, leül a, az ilyen kis viszonylag gagyi, nem tudom, látszik, hogy nem egy fullos kamera, stb. Leül, és akkor csak jammel, Baby, a világom is neked adnám Hogy az életemben örökre csak te legyél De tudod mindenkinek máshogy Tükröződik a világ But then I saw you cry Couldn't find a reason why you should be fine Tök jó flash az egész ez, Szerintem ez is nagyon szimpatikus a rajongóknak az ittól is És ő is így kezdte csak TikTokon főként Amire egyre nagyobb volt a kereslet Mint tékozló. Mint tékozló, borzongást okozok, rímeket bogozok, királtól. Mert hát tényleg <coughs> hoztál ezt a flót ebbe a flóba, ő fejes ugrott, és amikor mondhatnánk neki, hogy azi, kopi, akkor uh, voltak olyan kommentek, mert én nagyon figyeltem a kommenteket is, ne higgyétek azt, hogy ilyen betegesen nyomom, de azért engem ezek szoktak érdekelni. Hát meg kutakodni kell, készültünk a videóra persze. is azért, szóval. Igen, igen. És és volt egy olyan kommentje, hogy valami ilyesmi, nem pont idézem, mert ez tényleg tavaly volt, és nincs már meg a komment, de hogy nem utánozza azit, meg annyira nem is ismeri, de hogy rend hallgat. Rend. Rendről Egy, azt igen, kell igen, tudni, igen. hogy ő angol 30-as elejében járó énekes srác. Aki... Arisztokrata családból származik, nem Az nem... Igen. <laughs> ja, nem, <én> azt <laughs> hittem, utána járták, nem, ez utána jár, Nem, nem, nem. Nem, Na mindegy, hát Ren, Ren uh, arról is híres, hogy utcazenél is. Jó dalokat ír, művész, ő inkább a zenének nem ez a piaci részét ragadja meg, hanem a művészi részét tényleg érez, érzi az ember, ha hallgatja, nézi, hogy hogy ízig vérik zenész, és ő, ő, ezt zenébe alkalmaz ezt a nagyon affektálós, hirtelen mélyből magasba, magasból mélybe, ezt nyomja rend, és ezt tudni kell, hogy az is szereti rend. Évekkel ezelőtt már ezt ezt megemlítette, talán nem is egy videója. Inspirálódik belőle, mondhatjuk így is. De az a helyzet, hogy ez csak azt tudja, hogy azért ezt megemlítette, aki nagyon is nyomon követi, az itt. Így van, mert nagyon ritka, egy, talán egy ilyen, valamiben mondta el interjú, én kett, hogy... Max 2-ről tudok, lehet, hogy van három is, én, én szerintem Max 2-t láttam. Igen, most szóval Balul arra akar kitérni, hogy már ez is nagyon fura, hogy most mondjuk ki, nem a világ leghíresebb személyéről van szó, és mégis mind a ketten szeretik Igen, meg nekem ott a gomba, annál kommenni is még akkor az volt a fura, hogy, tehát, hogy az jut eszébe arról, hogy, az, hogy meggyanúsítják az hogy kopizásáról, hogy ő egyből rend hozza föl. Tehát ez, ez nekem kicsit feltűnő volt már akkor is, hogy, hogy, nekem is ugye az volt az első, ami feltűnt, hogy nagyon hasonló az flójához, a srác. Tényleg, hogy, hogy én lemertem volna fogadni, hogy nagyon szereti az it, amivel nem is lenne baj, mert kurva sokan szeretik az Történelmet írt a srác. Nem lenne szégyen, hogyha ezekre a kommentekre azt reagálta volna, amíg akkor már a srác, hogy hát igen, én szerettem az hallgatom az itt, nagyon szerettem, és inspirált, nem egy-nem két dalomat. Semmi baj nem akkor Semmi. az egész. Igen, ez nem szégyen. Azért olyan srácot, oké, hogy 22 éves, de attól még történt. Pont ez az, hogy 22 évesen írt történelmet, nem gázrajongan érte, ott van. Ja, meg inspirálódnál, hát most lehet, lehet rá mondani, de most Magyarországon. Nem ha csak a számokat nézed, akkor is ő a top. Jó, mondjuk uh, diplomás uh, idősebb is az inálas rász, meg diplomás, is az egy fiatalabb kis kölyköt az ő szemszögéből lehet gáz uh, lenne utánozni. Ja, szóval uh, nem gáz, szerintem aziból inspirálni. Amikor már plágium gyanús szinten utánzod, az már gáz, és még tagadod is, hogy egyáltalán hallgatod a zenét, az már gáz, de az, hogy látsz az előadón olyan elemeket, ami, amit látod, ami látod, hogy hallgat az itt, az szerintem még nem gáz, hogyha közben meg úgy mozog a zenébe, hogy magáévá tudja tenni a zenét, és ő tud, ő tud a zenén keresztül uh, megvalósulni, uh, mint é. zenész. Addig nem gáz. Akkor már gáz, hogyha már konkrétan az egész zenei karriered arra épül, mintha te lennél az Tök jó is ez a következő szempontra, ami pedig a megjelenés is a gesztusok. Igen, is a ami a megjelenés is a gesztusok, mert most elmondok egy saját élményt nekem, amikor keresgéltük az anyagokat, amiket meg be nektek vágni, most be is vágjuk egyébként ide ezt a videót, hogy ti is lássátok. <tört> És amikor először megláttam ezt a videót, akkor konkrétan egy másodperc, ó, nem sok időre, de így hirtelen azt a Morioneses koncertre, hogy az itt látom. Ugyanúgy, ugyanolyan gesztusokat csinált, ugyanolyan kézmozgásokat, még a szett is hasonló, ilyen dárkos, fekete szettbe jött be, és, és azért ez is ez ez már úgy, nagyon fura. És ezt úgy, hogy nem egy-nem egy, nem két koncertjén voltunk az innak, meg nem is egy-nem is kettő videót, meg klippet, meg mindenféle interjúkat láttunk tőle, és még így is ilyen élményt vált ki, és akkor az ember, amikor így adja az interjút Morion ezt, hogy ő már pedig nem utánozza, akkor kicsit lelkiismeret furdás, meg a vagyok a rossz indulatú, aztán jönnek szembe, még nem is, valahogy nem is kutakoz, csak szembe jön veled egy ilyen élmény, hogy ez már pedig olyan az flash, és, és, és utána rájössz, hogy nem biztos, hogy te vagy rossz indulatú, meg találsz bele fasságot, hanem valami biztos, hogy nem oké. Tehát, mert egy máj... olyan élmény ezt váltja ki belőle, tehát erről nem tehet. Ha itt ezt... tartunk, akkor a, a, bohócos arcfestésről is lehetne egy-két szót ejteni. Ö, ezt is egyébként Balú tudja jobban, mert ő járt ennek után, mi mikor történt. Én annyit tudok, és akkor ezt elmondom, hogy ugye már a mi a fasz klippel az Ari elkezdte ezt a bohócos arcofestékes cuccot. Lesz még rosszabb, de még jó, mert zsebben a zsebben és utána az első, talán az első, a második Budapest Parkos koncertjére úgy is második, ment, a másodikra, második. úgy is ment, hogy akkor ezzel a, ezzel, hát a klipnek ezt a részét ragadtak, és akkor Bóca cuzba cuccba lépett Mát, föl, ez volt a, a karakter, a igen, ez ez volt a karakter, és lá, látunk, hogy rá nem sok Ramorionnes is ugye ezt az imidzset akarta, meg nem csak akart, ezt is vette föl elé, itt az egész karrierét igazából, mert Igen. ezt végig akarja vinni ezt a bohóc flesseket, meg Igen. Ilyenek. És most lehetne azt mondani, hogy véletlen egy de ez így egy a sok közül, Igen. és és mondjuk tegyük fel, hogy ez még az. És akkor, ahogy haladunk előre az egy egyre több hasonlóságba, akkor már az, az ember elgondolkozik, hogy az első, amit felhoztál most, ugye, akkor lehet, hogy az se véletlen, mert a másik tízzel együtt, ha összerakod a képet, akkor na mindegy, nem tíz, igen. lehet, hogy csak hét és fél. Igazából ezzel akartam kezdeni, de mindegy, csak elvesztettem a vonalat ja, közben. A... Hozzátenném, ez nem azi, de például a Sajó Dávid a Telexnél van a Kuli nevű... Uh, feltörekvő előadó, ő vele egyébként jóba van Morion. Igen, reklám volt egyébként, szóval szívesen. Jóba van egyébként Moriones, és szerintem nem vettem arra, de cool is egy ilyen pantomimes, bohócos, ilyen paracirkusz arcfestésbe kezdte talán, vagy nem biztos, hogy úgy kezdte, de nyomott ilyen session és ott a Sajó Dávid ott, ott belekérdezett, és ott is valami ilyen a srác, hogy hogy, rége, hogy mert... hát, én régebben találtam ki, és kérdeztem is a haverjaimat, hogy biztos hagyjam-e így, hogy valaki más előbb, előbb, és mondták, hogy de hát te régebben találtad ki, és lehet, hogy tényleg régebben találtak ki, de attól, nem tudom. Egyébként erre el is tudom mondani a saját történetemet. Régebben úgy kezdtem a videózást, hogy volt rajta mindig egy halások meg egy napszemüveg. Ha teljesen őszinte akarok enni, akkor először, amikor egy gödöli koncertjére elmentünk azinak, akkor volt rajta először, de akkor csak sapka. És én úgy akartam kezdeni az egész YouTube csatornát, hogy inkognitóban, hogy ne lehessen tudni, hogy ki vagyok, és ki akartam talán én is magamnak egy ilyen, hogy mit, mit veszek fel, hogy ne legyek felismert, és kitaláltam, hogy akkor halássak, mert azt nyomom. És utána elmentünk az első teltházas aréna, meg amúgy az utolsóra is marénába az a lépett az, azért, most ez mindegy. Elmentünk arra a koncert, és akkor már úgy jött föl az, hogy ugyan, ugyanúgy mentünk el a koncertre, amúgy, hogy ő rajta is halássak, mert meg én rajtam is. És én is megkaptam azt, hogy én videókat, hogy az itt kopizom, de én beláttam, hogy, oké, lehet, hogy nem kezdte ő hamarabb, mint én, mert ő anasztár, én meg idézőjelben ugye hozzá képes még sehol sem vagyok, mi majd egyszer az éleszünk. Beláttam, és ezért abba hagytam azt. Hiába, tényleg egyszerre kezdtük szinte el úgymond, vagy nem tudtam, hogy ő hát ezt jaj, a karaktert, ezt a karaktert fogja végig Most Majka is lép fel új meg Bája Lex, Most Mert az annyira egyébként, ja mindenki. Jó, csak náluk érted, érted, látsz egy olyat, hogy, hogy amúgy Bája Lex, az Bája Lex. Így van. Majka Á, átkonver, az Átkonvertálják a saját nyelvük. Nem most ugye a Bája is az új RP-je is. Ott az nem jelv. érzel ilyen plágium gyanús jeleket hát a Ott is megvannak, hallod azt, hogy most ő is inspirálódott, az volt a regisebb stílusba, meg ragásra, nem tudom. Biolex. de a mégis magájá a... tudta tenni, hogy nem mondod azt, hogy ez full azzi kopi, hanem ilyen jól magájává tette igen, az egészet. Jó, abszolút. Hogy igazából Morion este, el... nem tudom, ez jó, le... mondjuk, hogy ez csak egybeesés volt tényleg, és ez a bóvóc arc, ezt már ő is régen megszületett a fejébe, de így adta ki. Én akkor is az ő helyébe ezt inkább betettem volna, amivel hogy ezt már az is csinálom. Hát van, igen, ugye visszatérve a rend témára is, hogy, hogy ugye mondta, hogy rend, ő rend hallgat, nem az itt, egy ilyen az is meggyanúsításnál. És ugye azóta megkapja azt is, hogyha valaki odaírja, hogy azi az uh, kopi, meg ilyen kommentek, akkor csomóan bevédik, hogy nem zavar, hogy mindketten rend utánozzák egy külföldi előadót? Ja, ja, ja. és, és nem, most ugye, amit az előbb is beszéltünk, hogy inspirálódás, hogy hallgatsz valakit, rend nagyon szereted, szedsz tőle elemeket, még akaratlanul is egyébként, Igen, mert, mert kurva sokat hallgatod és berögzül, és még akaratlanul is egy-egy mozdulatod lehet, hogy hasonló rendhez. De, ami, de itt nem erről van szó, szerintem. Most lehet itt ezt is magyarázni, de most nem véletlenül de a legtöbb a... embernek az jön föl, hogy ez azikopi. Jó, ez, ez a... nem, nem összerakják ilyen több hónapos, hetes izéből, hogy ez biztos, hogy kopja, hanem meglátják, és pár másodperc alatt az hogy ez ez nekem kopja. ez nem véletlen, nem, ilyen, mert ilyen mert nincs, baszd meg. Fölbaszom magam. Mondja, hogy előbb kezdte és hogy direkt Azi előtti időszakot mond, hogy ezzel is, ugye nem mondja azt, hogy előbb kezdtem, mint Azi, és hogy ez lemarad a mondatban, meg nincs ott, de mégis ezt el az emberekbe, és már meg is kapja a kommentekbe, hogy nem, ez hogy előbb kezdte, kezdte ja, ő, mint Azi. Persze, mert elültette az interjújával az emberekbe, hogy ő előbb kezdte, mint Azi. Neközben ez ilyen full, izé, ilyen manipulatív kicsit amúgy nekem, és ez, ez vissza is kérdeznék a témából, hogy ez nem őszinte, ez megint a nem őszinteséghez, kapcsolódik, hogy még kell azt mondani, hogy én már, én már régebb óta kezdtem meg, most futottál be, nem kezd, lehet, hogy előbb kezdted, de azt, hogy azt mondani, hogy ezt a stílust is előbb kezdted, ezt azért nagyon pofátlanság ezt szerintem kimondani. Csávon felépített úgy egy zenei karriert, egy úgy egy zenei karriert felépítgetett, hogy Igazából már-már már, plágium szinten... Hát annak a szélén. An annak a szélén Ezt van nem a srác. Mert... Még föl is jelent, hogy mivel, hogy gyanúsítás vágyja, hogy hamis gyanúsítás. Jó. A, a gitár bemozgás is ugyanaz, hogy egyébként, hogy a gitárra viselkedjük. Igen, minde. és, és hogy és... a videót. És ha már itt tartunk egyébként, akkor meg kell említeni, a hangszerek hasonlóságát is Na ja. De mivel ehhez a részhez meg aztán tényleg abszolút nem értek Ezért erről is barul fog nektek többet beszélni hát, ja. Utána nyomozott ennek is, hogy ki mi a hangszer használ minden, ja. Én se vagyok egy mit tudom én hangszerész, meg mit tudom én De Fender Squire témát azt nagyon csipázom Itt is van egy izé telekaszterem Szuli kaptam Nem tőlem Spanomtól <síthat> Nem tőle, nem, majd kövid te veszed, Ez strató legyen. Ha sokan ezt a videót, hogy mindegy... jönnek a sok pénzt a Youtube-ból, akkor majd veszek. Ja, <sorvá> ez is ilyen vélet, ugyanolyan, mint a bohócmaszk, maszk, hogy így most rossz indultú vagyok, és én flashelem bele, hogy ez ilyen hogy ez utánzás, vagy nem. Az a lényeg, belemegyek a témába, beleugrunk, hogy az egész színpadi hangszerelés, ugye az egy dobossal és egy gitárossal kezdte el, úgyhogy ő is gitározott. The the most azt kell tudni, hogy ez nem feltétlenül egy szokványos színpadi hangszerelés, mert általában a színpadon ott szokott lenni, hogyha már zenekarral lépsz föl, egy dobos, egy gitáros, egy basszaros, meg mostában egyre többször egy, egy, egy billentyűs is ott van. Ez a négy, négyes azért alap szokott lenni. Na most ez, hogy egy dobos, meg egy gitáros van, és a többi az mind playback, tehát mit tudom én, hogyha, hogyha vannak benne plusz szinti, trombita, ja, ja, ja. hegedű, akármi, az playback, de a gitár meg a dob, még van, hogy gitár is playback, csak rá figurázik a srác. mindegy, nem is ez a lényeg, nem akarok ennyire belevenni. Az a lényeg, hogy ez nem teljesen szokványos. Egyre elterjedtem, mert azt hiszem, még a vám már is így lép fel, ha jól tudom. De, de annyira nem szokványos, kezd el terjedni, mert azért a mai zeneiparban azért Annyi réteg van egy zenén belül, meg minden, hogy azért elengedhetetlen az, hogy néhány hangszer az ne legyen plében. A Na mindegy, amikor Azi elkezdte, akkor még az azért ez új volt, hogy egy dobos, meg egy gitáros van, meg Azi, mint gitáros, néhol-néhol gitáros. és, és azt Akkor előjönnek dobolni, mind a ketten el akarsz kitérni? Nem, ja. majd a végén, amíg ja, ja, leszpoilereztem. Itt, meg. Konkrétan még a gitár is, véletlen is, de Ugye azért egy ilyen pirom, az eleinte volt neki azt hiszem egy ilyen kort lesz meg volt ilyen Ibaneze, fekete Ibanez gitárja, meg volt egy bordó Squire stratója is így a legelején, de volt egy piros Squire telekasztere, ami ráadásul nem is ez a szokványos, ami nekem van telekaszter, hanem egy Morjones is elővett egy, tehát ő is egy, egy más színű, meg egy picivel másabb típusú, de nagyon hasonló Uh, kiadású telecasterrel, lép színpad, és erre, ja, meg a másik gitár, az meg az akusztik, elektro akusztikus, elektroakusztikus gitár, az meg egy ilyen, majd bevágja a zsákkomám, hogy ez a fekete elejű, de fa beborítású, tehát kinézetre ugyanaz azt hiszem, hogy Morionesnek Taylor van, azinak meg nem tudom, Fender, vagy Ibanez. Kinézetre ugyanaz a gitár. A Telecasternél meg full has tehát, amikor Elektromos gitárból van 100féle, csak telekaszterből van 800féle. Miért pont ugyanolyat használok? Annyira ugyanaz a hangzásvilág gon van nekem. Ez is kicsit szembetűnő volt, ez már lehet, hogy csak kicsit elszalad velünk is a ló, nem tudom. De az is kicsit fura volt, hogy uh, ugyanaz a gitárok, minden. Úgyhogy ja, ugyanaz, a hang, ugyanaz a hangszerelés is, hogy hogy én is nyomom a elektromos gitárnak, akkor utána előveszem az akusztikus gitárt, tehát ez is, ez is egy olyan feelinget ad, hogy az is ugyanígy lép föl mindig, és, és ez is olyan feelinget ad, a fizimiskába, hangszerelésbe, hogy mintha ennek lenne így egy ilyen ja. lekopizása. Na igen, hogy Moriones is így kezdte, hogy egy dob, egy gitár, és ő is gitározik. Azért, amikor elkezdett fellépésekkel gitározni, már azért ő azt állítja interjúkban, hogy nem egy tipikus gitáros, de azért tud gitározni. Tehát ő azért olyan szólókat le tud nyomni azért, nyilván nem tanulta Liszt Ferencbe, meg nem tanulta a egy zene stúdióba, de autodidakta módon, amit ki lehet a gitározásból hozni, az bőven kihozta. Morionesi is így lép fel ezzel a felállással, hogy dob gitár meg ő. Hát ez is egy ilyen véletlen egybeesés, hogy hát igen, ez kezd most elterjedt lenni, mert amúgy a mai hangszerelésű zenékhez ez jobban passzol, mint hogyha itt egy komplett élőzenekar felállna. Lehetne kell megmagyarázni, de ez, ez nem... hanyadik már nem számolom, de ez a... talán még csak a második. Harmadik, uh... már. A harmadik. A harmadik? Aha, volt a maszk. Mármint, már hogyha az összes ügyet hogy... Hát ilyen objektív, véletlen egy egybeesés. Hát már sokadik. Már nem tudom, már mindegy, leszarom. Tehát már nem tudom, hanyadik véletlen egybeesés, hogy ugye ezzel a hangszereléssel áll fő színpadra. Megcsinálhattam, most pont egy Henne, Henne nevű feltörekvő előadó Kösz, szívesen a reklámot. Neked <laughs> ne is. vagy videó, Neked is majd utajt, és vagy huszast az éjokosba. Hennőről is pont láttam egy próba videót, az első próba videó, és ott is felállt a, a szint is, a dobos, a gitáros, a basszeros. Tehát nekem is, egyébként nekem is ez a legstandardabb elképzelésem egy izéről. Most bele lehetne menni, meg ki lehet. Ki Igen, de egyébként menni. még oké, okay, ez, ez is még talán egyre elterjedtebb, ezért mindenki most ezt csinálja, erre lehet nagyon láhúzni azt, hogy most ez az Igen, egy most kopi. De az, hogy még a, hogy a koncert közben van ugye az innak a téveszpring egy olyan rész, amikor az előjön a, külön. az, az ilyen, előjön nem a dobosával. Senki nem kopi geci. De azt, de előjön a dobosával, és hogy a, mind, a, mind a, ketten ugye szólóznak, nyomják a dobszólót. Hú, egy kis felhelyzatosságot vitt bele a Marion Nesper, kongán nyomja, de ugyanúgy a de, dobossával elő, én már nem kopi. már nem ugyanúgy előre megy a dobossával, dobol. De egyébként azt szeretném leszögezni, hogy egyszer nekünk is lesznek fellépések, és lesznek, a mi is el köszönni, de mi azért, mert mi egyébként azt tudni kell, hogy mind a kettő a pályánkat úgy kezdtük már kiskorunk óta, hogy mi doboltunk. Hát nagyon sokáig. A való is, so meg én so is igazából az alapok az nálunk az a dolgok. is elkezdtem viszonylag hamar. Igen, a én azt nem, Igen, én azt sajnos nem, de majd előbb-utóbb az zongorázni meg tanulni, ha lesz időm, meg pénzem. Én meg izé energiám. Valami <laughs> Szóval ezt mi is fogjuk nyomni, de azért, na, ez is, ez is, na, kezditek szerintem érezni, hogy tényleg most már olyan sok hasonlóság, hogy ez nem ez lehet elén, a véletlen... Mi nem... Legyen mit mesélni. Köszönjük, jogdíjakat majd te <gül> <gül> hogy ez már túl sok véletlen egybeesés ahhoz, hogy hogy ez ne egy tényleg egy az egész. Ez így azon belül, hogy hangszerelés izé, vagy nem, ez, ez se azon belül csak hozzá kapcsolni. Tehát ez is olyan szintű, hogy bele lehetne megint csak, mint Moriones rajongó magyarázni, hogy hát igen, hát ez így jó flash, meg konga, meg tud kongázni a srác, mekkora zenei zseni. <laughs> Csak amikor... rájössz, hogy Balú nem... már nagyon átment szubjektívbe. néha beleviszem kicsit. Na, nem, Ez nem, nem subjektív nem Most lekopizza a színpadon azt, amit azik kitalál. Akkor Manuel kiadta vele a zenét, úgy váltam... Jó, ez a másik dolog. Úgy, áll, úgy álltam hozzá, ez hogy, jó, hogy, hogy bazán Manuel összeáll vele, csak nem áll össze egy ilyen proli azikopival. És ott is egy kicsit elgyengültem, hogy meg lehet, hogy mégse kopi. De... az, Faszol. az is az, hogy összeállt vele egy manuel, amúgy én a manuelbe is csalódtam ezzel. ez Elt egy kicsit jó. azért, hogy ja, első volt, felső volt a felkapottuk a Buda, amúgy aláírom, hogy nagyon jó dolom, hogy a de engem is elvitt meg, amúgy szerettem is azt a dal. Ez is azért, nem értjük az egész ellenséget egyébként, hogyha összegeznék én ezt az egészet, akkor tényleg azt tudnám mondani, hogy egyrészt túl sok egybeesés, nem értjük ezt az egész jelenséget, hogy hogy lehet új megcsinálni most egy karriert egyre, mert azért Adott most már házat az akvárium Bár, nagy halba is. Mert interjú, minden, hogy, hogy, minden, hogy hogy lehet, hogy gyakorlatilag valakinek az imidzsét, meg a személyiségét, meg a zenei stílusát, mindent. Nem, nem, csak motiváló. magyar szinte, Magyarország. szinte már lekopizott tényleg az egészet. nem, amúgy nem, nem, azt mondom, hogy elvevő, mert sok kommentet megkapja, hogy ő azzi kopi, csak már kezdik ezeket az embereket elbalgatelizálni. Tehát akiből ezt váltja ki azonnal így ezt az érzés, hogy ez azzi kopi, azok az emberek kezdenek ö, ilyen elhalkulni, hogy ez, csak egy buta ember, aki nem hozzáértő. Pedig csak az érzéseit írja le, hogy, hogy ismerem azit évek óta nyomja, és ez a gyerek utánozza. Meg nem De még, még leg... tegyük fel, hogy, hogy megkapom azt, hogy utánozom azit, és, és, nem értem, hogy miért mondják ezt. Akkor csak elmegyek egy geci, egy, egy kicsit másabb irányba, ami szintén én vagyok, de azért, azért csak másabb, mint az Vagy akkor tényleg ismerje be, hogy igen, Így én van. már pedig hallgatom az Amúgy itt, semmi szeretem nem az itt... akkor az egész, hogy semmi. Ezt meg. Most tényleg a Hent az előbb említettem, szerintem a Hen, zenén is érezhető egy-két, főleg ilyen latinosabb vonalban megy, ilyen latin trap, ilyesmi, de szerintem én, én, én nála is megmernék merném hogy hallgat az itt, de nála nem érzem ilyen cringe amikor meghallgatom, Hallom, hogy hallgat az itt, szereti az itt, de, de nála nincs egy ilyen cringe érzetem, hogy most most akkor úristen, ez, kopizza az itt. Valahogy jobban magáévá tett az idő. Tényleg az idő. Na, tényleg, amit, megkapott a telek szinte, ezt, még a videó előtt mondtad, hogy ez a nem ő szinte. Igen, igen, igen. A, hát. Az, az, nagyon az kegyetlenül érezhető. Sokan azt is írják, hát amit az tényleg, az húlva hogy, hogy az egész telexes interjúban is azt érezni, hogy nem őszinte az, amiket mond meg, belegabodik már a saját dolgaiból, vagy, Igen, azt meg ez a szeretek mindenkit, az is, aki azt mondja, hogy az azt is nagyon szeretem. Ezt. Meg én mindenkit nagyon szeretem. Igen, amit nem tudsz őszintén kimondani, ezt nem mond, mert az önazonosságot nagyon csipázzák az emberek egy zenésznél. elnézést azoktól, akik nem szeretik azt, hogy másokat a cigizés hirdetik, de gondoltuk, ez tényleg csak egy ilyen csillagos, lájtos beszélgetés akar lenni. Igazából nem is. a beszélgetés. Igen, amúgy igen, amikor Meg ebben a pincében ültünk föl állandóan, itt próbálgattunk minden. Úgyhogy nekünk ez egy ilyen hely, ahol eljövünk csillelgetni, itt szoktunk zenélgetni. És jó egyébként, ha már a zenéknél tartunk, akkor most engedjétek meg egy kis önpromót is. Jött ki egy pár dalunk az első elpénkről, az első közös elpénkről, nkről Rájuk nektek egy-két részletet, hogy mit is várhattok tőlünk. Aki hey! az, aki megrémik? Élünk, de még mindig csak félig még a tét is Gyere testvér, töltsed a viszkit Van, aki hazavár A nyári dallamon szárnyaló pálya Van, aki hazavár A szívem meg úgy is hazatalál Héja Ez Ezek nincs, amit te csináltál Tudom, emberi dolog, de nem mi Szóval, ha olyan személyek vagytok, akik élből nem ítélik el az új előadókat, a feltörek, feltörekedni akaró előadókat, akkor szeretettel hallgassátok meg a zenénket, és ha tetszik nektek, akkor a Grendambós zenés csatornánkra nyugodtan iratkozzatok fel, kövessetek minket, és reméljük, hogy lájkoljatok! Reméljük, hogy egyszer mi sok emberhez eljuttunk, getszó. Még nagyon kezdők vagyunk a szakmában, azt tudni kell, de ne úgy hallgassátok, hogy nem a hogy izé, produóta, meg ilyenek, meg -e a nem tudom, Ginger, meg az ilyen nagyon fajn magyar producerek. Ezt csak így mi így itt a pincébe összedobáltuk mindent. Még az elején vagyunk, azt érezzük, hogy fejlődő tendenciában vagyunk, de már eljutottunk nem. arra szintre, hogy akár ezeket a dalokat így már így kidobhatnánk. Úgyhogy ezt ilyen, ezt ilyen Szeretett és alázottal Szerjön. hallgassátok. Jó, érted, itt orcsárolunk egy ezért már befutott szinte zenész, aztán magunkat promózzuk, hogy... Jó, na, faszom, most... Uh, geci. A véleményünk még lehet, meg tényleg igazából föl... Jó, most mű. azt lehetne hinni, hogy csak azért csináljuk ezt a na, videót. Biztos meg fogjuk, ha egyáltalán sokan megnézik ezt a videót, biztos meg fogjuk kapni, hogy, hogy, hogy ti irigykedtek meg, ezért. amúgy kicsit irigykedek is. Ő rá, é, é, senkitől nem szoktam esküszöm sajnálni a hírnevet, de a Morionestől egy kicsit sajnálom pont azokra a dolgok miatt, mondom, amiket elmondtuk. Még a trash előadóktól se sajnálom annyira, mint tőle, gec. Én, se. én, az Ma, én is így vagyok. És amúgy nagyon sok mostani feltörekvő félben levő előadónak is szurkolunk. Tehát én akiket említettünk, hogy a Henna, Kuli, azoknak én drukkolok. Én is, ezt tényleg, mondom én, én még is. Aki trash, de valami szerethető van benne, még annak is, de ez ez a jelenség. Tényleg fölcseszett minket az egész. Ez azért csináltuk meg ezt a podcastot, meg a videót, mert hát én, én, ott, én ott, tartjuk, ott határoz... hogy ilyen megtörténhet egyáltalán. Én ott határoztam el, amikor ma olyan kommentek voltak, hogy nem zavar, hogy előbb kezdte, mint az ja, meg, ő... meg, nem zavar, hogy a rend utánozza, mind a kettő, amúgy. egy kicsit ki is akarok térni, hogy előbb kezdtem, mint az azért. azért, mert a Telexnek azt mondta a Sajó Dávidnak, hogy ő már valami olyasmi dátumot mondott, nem emlékszem pontosan, hogy mi, de 17 a, 6, Arra emlékszem, hogy ilyen azi alá szóval, hogy azi előtti dátumot mondod, véletlenül így jött ki. Biztos azért, mert így is van. Az igaz, hogy előbb kezdte a zenélést, mert én utána néztem azért a munkásságának. Ja, ezeket a dj is. Igen, az ő, 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 ezeket a, ez, ő, ő viszonylag inkognitóban, nem tudta senki, hogy ő az, de inkognitóban ő már elterjedt ezekkel a mixekkel, ő összemixelt, már Avicii rajongó, és összemixelt zenéket, ez a DJ közvilágítás, meg fűzsi, nem tudom melyik ezek közül, de a lényeg, hogy ilyesmi flesseket nyomott akkor, ilyen 17-8-ba ez már ment. Ez, ez a kő volt, és amúgy a ezt hallgattuk mi is, hát tök jókat elizé, bohóckodtunk rajta, meg mém volt az egész. Ilyen téren tényleg nem hazudott, hogy előbb kezdte. De a maga a Moriones, aki már egy ilyen egyen azi image utánzatra kezdett fölépülni, ezt ő tavaly kezdte. Legalábbis előbújni full tavaly kezdett vele. Tehát lehet, hogy ő valamivel előri, nem hiszem, hogy azért előtt, de valamivel a tavaly évnél előbb kezdte el ezt így összerakni fejbe, de elő... elő... És addigra már azt emlékszik meg, hogy volt azinak egy teltházas Budapest Park koncertje. Hát Előtte is már... mindegy már, már a mindegy volt. rét így van szóval. Az a helyzet, hogy a Morionest az, az, tavaly kezdett. Én tavaly kezdtem felfigyelni rá, és emlékszem, hogy akkor még csak néhány TikTok videója volt, amit már azért egyre többen nézegettek. Ezzel Végül is nem mozudott, hogy előbb kezdte, mert ezt az Avicis dj kedős korszakát, az tényleg előbb mint az bár az is azt hiszem akkor már zenégetett, csak még nagyon nagyon uh, háttérben volt, és még a pót... Hát én most hát, ott kérek, a... hogy behány közben amúgy a mikrofonba. Ennyiről, <laughs> az is mondhatna, hogy ő, ők... Ő, 17 be kezdte a Moriones 18-ban, mert ő is már akkor A lényeg az, hogy ez a, ezek a kommentek, hogy nem zavar, hogy ő előbb kezdte. Igen, előbb kezdte a DJ közvilágítással, a Moriones tavaly kezdett el Amúgy ahhoz képest elég hamar be is szaladt a srát. Ez, ez tényleg egy hülyeség, ez a, ki kezdte előbb, meg ki nem a új. Most ennyi mi is mondhatnánk, hogy már tíz éve nyomjuk a Jó, csak... a zenéget, ellopunk egy zenét, ami fúl, hogy hát azért kirakjuk, és tíz... és akkor kezdtünk, mint az 15 éve zenélünk, bazd meg. Érted? És tényleg, ami engem nagyon-nagyon-nagyon zavar, az az, hogy még már ismétlem kicsit magamat, de az egész, hogy nézi a saját rolingóit is, minden embert, hogy ő már pedig hamarabb kezdte, mint az mert minden. Nem ezért az, hogy tömegével jönnek az emberek olyan kommentekkel, hogy aziket több, nulla, stb. Ez ilyen nincsen, hogy ennyien ezt észreveszik. Nem, Hogyha nem ez nem lenne valós, akkor ezt nem lenne. Meg azért elég sok, most már elég sok összehasonlító szempontot el is hoztunk, hogy ti is lássátok. Hogy Igen, csak ebbe is, is van egy ilyen manipulatív faktora, hogy hogy elő, kicsit így olyan irányba kezd elmenni így pszichésen, hogy hogy aki azt állítja, hogy azikopi az egy ilyen rosszindulatú, rágalmazó ja, köcsög, ja, ja. És, és szegény eső pedig hogy szeret mindenkit. Ebben is van egy ilyen manipuláció, szerintem már, így abba kezd átmenni. És ez, ezek a dolgok nehezen tetten érhető, meg megfogható, mert tényleg ezzel szemben meg ügyes a srác. Meg amúgy, amúgy van igen. egy flója, nem az ő flója, de. Nem az ő Ezt azért neki. be kell látni, hogy elő, ilyen sztárban, sztár itt-ott énekeltek már azikat is, és nehéz elénekelni egy az iflót abba a flóba. És, és pont ezért zavaró, hogy, pont ez zavaró, hogy amúgy önmagában egy tehetséges srác, akkor miért nem talált ki magának egy saját stílust, egy saját flót, stb. Mert szerintem azért úgy is elérhetett volna egy bizonyos szintig. Lehet, hogy később jött volna a hírné, vagy nem ilyen hamar. Erre kitérve több olyan kommentet is kapnak azok, akik azt mondják, hogy azikopi, hogy, hogy, hogy nem azikopi, hanem ez is egy stílus, és hogy egy stílus, és hogy ilyen összehasonlítottak, nem tudom, ilyen két metal zenekart, ilyen izébb, hogy az is egy stílus, mégsem mondod azt a... System of a Downra, mégsem mondják azt, hogy mit tudom, metalikát, vagy nem tudom, mit kopízzam, mert ugye egy stílus csak. De nem, amikor már ugyanaz minden, és tényleg már olyan szinten sok az ilyen véletlen egybes, és akkor már, akkor már nem azt mondod, hogy egy stílus, az cső, hanem, hanem ott már tényleg valami nem oké, meg, meg tényleg, ha az emberekből egyből lesz vágyik, hogy pár másodpercig hallgatom a gyereket, és egyből az jut eszembe, hogy ja. kopi zsigerből, akkor azért nem mondják ma nekem, hogy ez csak egy stílus, meg ez csak kizik. Nem, Tudom most már most meg már olyan szintű irritáció arra, szinten van. Arra, mert hogy az, azt is te kaptad el, úgyhogy arra még reagálj már, amikor kirakott az a storiba, egy videót, hogy valamilyen hangszeren nyomja, ez a, az a tudás, hogy miatt tököm az a furujás, valami. A és az akkor várja. aznap, vagy dámásnap vagy még aznap, hirtelen... Hazu. Az. Ja, hogy az, azért nyomott egy ilyen jam session uh, gitárral, meg kazúval, amúgy geci ott ment. És szerintem ilyen pár órára rákirakott egy videót, ugyanúgy kazúval a srát. és valaki oda is írta, Szerint hogy durva. ott is volt komment, hogy hát azért, hogy az is pont nemrég rakott ki ilyen kazus videót, és arra is valami állt, hogy ő már tényleg nem hiszi el, hogy ez ilyen véletlen egybeesés, és hogy ez már, ezt már nem hiszi ez el. Ez már durva, már fura. Ja, hogy ez már neki is fura. Ma mindjárt megsajnálom, és tényleg ez is, hogy hogy te geci, te miért hasonlított szegényt az, az Ariára? Nem, hogy igen. Te kettően, rossz indulatú. Hát az bállán, mert az, mert 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 az első videójától, amúgy egy kézzel meg tudom számolni, amikor nem éreztem azt, hogy az I kopi. Most kiadta az új zenét, ez az alvajár. Ott már azt mondom, hogy ott, én ott én már, mint lehet, hogy már tudatosan, már nem érzem annyira ezt, és, és én ott kicsit, mikor meghallottam ezt az adat, hát kicsit el is kezdtem menekülni, hogy na mi van, ha ebből ő most így ki akar szállni, meg ki is fog, és kicsit elmegy másik irányba, és én ezt kívánom neki. Meg az, hogy legyen kicsit ilyen őszintében önazonos, mert ebbe a telexes interjúba tényleg így, ez a szeretek mindenkit, ez szép szó, szép szavak, de amikor az embereket nem kéne hülyének nézni, és, és, az intuíciója mindenkinek működik, hogy ne érzik, hogy ez nem, nem őszinte, ez az egész. De mi tényleg szeretünk mindenkit. Imádunk. <laughs> minden kedves, ezt a minden kedves csatornatagot is, úgy, ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen fogunk még jelentkezni kettő ilyen podcast-szerű dologban. Hát mert... A kövi, kövi tárva az egy ilyen öcsiszándó tutoriál. <gül> De... <gül> Van, van még pár ötletünk, erről még nem hallottam eddig, ja, de, hallottam, ki az de. Van, van még a tarsoiba téma, úgyhogy mindenféleképpen jönni fogunk még, hogyha tetszik nektek ez a kontent, ez a tartalom és írjátok meg kommentben mindenféleképpen hogy ti mit gondoltok az egész jelenségről hogy igazunk van-e, ja. nincs igazunk írjatok, szarrá, hogy mi Minden. hogy nem zavar, hogy azért előbb vagy izé, Moriones előbb kezdtem meg meg hogy féltékenyek vagytok, meg ilyeneket várunk. Amúgy Várjuk esk... a két távol. Viccen kívül. A szerint, hogy sokan megnézték, ja, Jöhetnek a kommentek. Legyen szép napotok, erre a csatornára is fel, és nézzetek rá a zenés csatornánk is, mert ez nagyon fontos. Mindenkinek további szép napot, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!